Nem, az igazi. Na, de azért megpróbálom letakarítani. Ha nincsen letakarítva megfelelően az alkatrész, nem fog működni, akkor se, ha jó maga az alkatrész, csak tiszta kosz. Na. Nem lett valami szép, nem baj. Így néz ki az alkatrészünk. Ezt úgy hívják, hogy a központi egység, a processzor. Ez az, ami feldolgozza úgy mindent is. Így néz ki hátulról. Jó, itt vannak ilyen rézlapkákhoz hasonló dolgok. Ezek érnek hozzá az alaplapon lévő dolgokhoz, és akkor egyből működik. Ez pedig az eleje. És pont az a rész van kitakarva, hogy hogy hívják meg ilyesmi. Na. Azért van nálam, meg azért állok ilyen lelkesen neki ezt pucoválni. Az előbb volt itt egy felajánló, adakozó. Ezeket az embereket, hogy adakozók, ezeket én szeretem, mert valami helyre elmennek, ők találnak egy csomó ilyen veszélyes hulladékot, ilyen limlomot, és ők úgy gondolják, hogy én azt majd itt el fogom tárolgatni, meg javítgatni, meg eltelik egy csomó idő, és valamennyire, amennyire lehet, használható gépeket tudok belőle csinálni. Hát nem mindig sikerül ez nekem. Kezdem tudni, hogy melyik alkatrész az, mert megbízható. Melyik gyártó az, amelyiknek jobb alkatrészei voltak. Igen, lúgosítás, igen. Ja nem, ez sav. Vagy lúg? Mi is van az ember nyálában? Az savas vagy lúgos? Na jó, ennyi gondolkodást azért nem adok nektek. Ez nem volt jó ötlet lepucolni. Igen, ez ugyanaz, mint amikor télen esik egy csomó hó, befedi a hó az autókat, és neked van egy csomó autód, de te jó autóval akarsz menni, és elkezded kiásni az autókat, és pont a lassútásod ki. Hát már. Semmi baj, kezdheted előre. Ez ugyanaz, igen. Na szóval, ezt úgy hívják, hogy Celeron D, mint Dániel, 2.8-as. Nem egy holdra szálló rakéta se, meg más se. Na, semmi gond, mert teszik a többi ezt. Ugyanis a múltkor is volt egy súlyos kényelmetlenségem, hogy az egyik fő alkatrész, alaplap, nem támogatta a kettőmagos processzorokat, olyan régi. De betettünk egy egymagosat, és egyből működött megint. Meg van egy ilyen limit, hogy van egy bizonyos sebesség, ami fölé már nem tud menni az alaplap, úgyhogy a limit alatti, valamennyire a limithez közeli processzort kell betenni neki, és akkor működik valamennyire elviselhető sebessége. Na szóval most jött egy felajánló, nevezzük, mit tudom én, milyen névnap van. Mit tudom én, mondjuk nevezzük Lászlónak. Megjött László, hozott kettő asztali számítógépet, közben itt csinálok egy kis rendet is. Meg hozott egy laptopot is. Egy multimédiás laptopot. Hát, ez már valami, nem? Úgy hívják, hogy Super Sonic. Nem ismerős ez a név valahonnan? De biztos vagyok, mert most kicsit elgurigázom. Itt van. Most visszagurigázom. A francba már kezdek felradni. Na, így néz ki. Ide van írva, vagy Super Sonic! És itt mögötte van egy ilyen mérőszám, ami nagy lendületű szomorúságra ad okot. Igen, jól láttátok, az 1200-as. Az 1200-assal nagyon nem kell YouTube-ozni. Az 1200-assal nagyon nem kell játszani is se. És az utolsó rendszer, amit az a csávó látott, az olyan volt, hogy Windows 98. Na, még, van még baj, nem húztátok meg. Nagyon szép, itt az eleje, ezt megmutatom. Multimédiás lejátszó, megállító, előre, következő, vissza. És itt van egy ilyen kis kijelzője, ilyen, hogy hányadik számnál tartunk. Ezt lecsukod, és ugyanúgy szól a zene. És kunyom a következő zene, előző zene. Teljesen igényes, kultúráltan meg van csinálva. Van benne egy DVD. Olvasok, írni 1200-an nem fog. És haha, infravörös port, fejhallgató kimenet, ugye itt kell bedugni az áramot, és itt van a PC-MCA
nevezetű bővítőkártya, amit kaptam azt is, képzeljétek el! Kaptam azt is! Bőviszkét az orrom. Na, azt úgy hívják, hogy kompak wifi kártya. Tehát ezt bedugod ide. Így, valahogy. A fenébe. Hűlt ciki. Ez dupla! Jó, ebbe kettőt lehet dugni. Ide is egyet. Ide is egyet. Ó, ez de jobb elegy. Na mindegy, akkor dugjuk ide, ugye. Kész. Ez a PC Maci kártya, meg az alsó is egy teljesen külön. Ez volt egyébként a régi kornak az USB-je, a PC Maci kártya. És valami megdöbbentően egyszerűen csak működött. Dig. Nem tudom, az emberek miért nem álltak rá az ilyen kártyák modernizálására, stb. Szóval... Hihetetlen. Egyszerűen csak működik. Na, az a lényeg, most rájöttem, hogy ez egy dupla cucc. Ide is lehet tenni, még ide is. Van benne billentyűzetegért támogatás, vagy... Ugye, mert egy dugó van benne. Mikrofon, fejhallgató, infravörösport. Szóval ez úgy néz ki... itt még van valami. Óriási nyomtatóport, szellőzőnek hatalmas teljesítménynek se. Itt van külső monitor kimenet, kommunikációs port. Régebben a Windows 3.1 meg a 95-ös időkben ez jó szokott jönni néha. Itt van a helyi hálózat, itt van a modem. Ja, azt nem mondtam, ugye? Hogy ezekben a korokban olyan, hogy wifi, tehát rádiós internet, nagyon nem volt. Viszont van rajta a szuper PC Maci! Persze nem fogom így izélni, amikor elromlik. És ez nagyon fontos, mert ez tök jó működik. Na, az a bajom vele, hogy... Jön, ezt nem is mutattam. Az alja. Itt az aksi. Ezt ki tudjuk venni. Tiszta laza, nem? Fogom eldobom, mert mondjuk elrontottam én, akkor beteszek egy másik színű, mindegy. Be van téve, nem? Tök jó. Ide lehet tenni a kiegészítő kártyákat, valamilyen okból most egy wifi van benne, ez most mindegy. Ide lehet tenni a memóriákat, hogyha esetleg egy bontóba találsz valahol használtam ilyen nagyon-nagyon régi őskövületes dolgokat. Igen, a vinyót nem lehet kivenni. A vinyóhoz ezeket a csavarokat, ezeket itt mind szét kell szedni a francba. Így néz ki maga a készülék. Az eleje, ez az alsó szürke rész, ez így külön van. És ezt mint a Ferrari-nak a csomagtartóját is föl lehet így nyitni. És itt van benne a vinyónak a helye. A vinyó az nincs benne. Szóval ezt most itt olyan a műhelyben, mert az így használhatatlan. Mert tök jó, meg szép, meg multimédiás dolgok vannak benne, meg ilyesmi, és... Ezt azért megmutatom, jó? Ezt látjátok itt? Ez azért... Nagyon laza, nem? Most találsam egy laptopot, ami ilyen van. Kitámasztó. Mint a két oldalt hibátlanul működik, semmi nincs eltörve rajta. Még. Na, szóval az a helyzet, hogy... jó, ez csak egyrészt olyan lassú, hogy az valami embertelen. Másrészt kellene bele vinyó, ami idés vinyó. És a laptopokba való ilyen régi típusú vinyókat beszerezni? Nem fog menni. Mindegy, egyelőre nem pörgetem túl az ügyet, mert... tök fölösleges. Na, úgy hívják egyébként a srácot, hogy... Nem tudom, mennyire látjátok. Így, most jobb? Nem. Tök jó, nem fejjel lefelé. Na, így mutatom. Így már jobb lesz. Tehát Gerikom. De azt már biztos látjátok, Gerikom. Gerikom, és itt van alul, hogy A380. Jó? Tehát ez egy Gerikom A380-as Supersonic. First Supersonic, ugye, mert több is van, gondolom. First Supersonic laptopja, ami szerintem jó pár dolgot képes lenne elfuttatni, meg elindítani, meg mit tudom én. Hát a YouTube az nem tartozna ezek közé. Vagy ha tartozok, és igen, pici felvont, egy pici YouTube-ban menne, nagyon nem vinni ezt túlzásba, de működne, ha? Na mindegy, szóval ez kell vinyó, és ezt nem fogok kapni. Visszajövök ide, visszaburigázok. Itt vannak az üres gépházak. Ezekben még nincsen semmi. Igen, van egy, van, az van, amaz. Na most ott tartunk végül is, hogy
Van 4 számítógép, mert a... Milyen nevet mondtam? Fú, elfelejtettem. Ja, Laci, igen. Azt a nevet mondtam, hogy Laci. Szóval itt volt a Lacinak nevezzük ember, és hozott 2 asztali számítógépet, meg ezt a Supersonic laptopot, amit szerintem érdemes lenne megcsinálni, de nincs rá vinyó. Az egyik számítógép sajnos pont az a gyártó, ami az a nem olyan, nem nagyon működős típus, hanem az a inkább nem működős típus, így bebújik a sarokba, és így van, de működéstől nagyon nem kell tőle várni. 3 betűs, igen, ível kezdődik, és az a baj, hogy semmi nem működött benne, kivéve a ventilátor, meg a processzor, mert valami tevékenységet mégiscsak láttunk, mint egy agyhalottnál tudod, hogy mozog a kis ujja. A ventilátor. Na, ezt megmutatom, jó, hogy értsétek, hogy van szó. Ezt ide rakom. Mindjárt mutatom, várjál. Jó. Ennyi butaság van itt. Na, hát akkor újabb bemutató következik a ismerd meg számítógéped 4.754.692 és feledik rész. Ez, amit most látunk, ez a számítógép processzorának hűtője, de ezt le tudjam nektek modellezni. Szó szerint le kell modelleznem nektek. De ez nem rabru, hanem azért csíkos, jó? Na, itt van egy processzor, elvileg látjátok, 2 darab mag van benne, 1,8-al sétál, azt nem mondanám, hogy fut. És van mellettünk egy selejt. Jó, így mutatom, tehát selejt. Jó? Na, természetesen nem selejt, nincsenek semmi baja, csak vannak olyan módszerek, amikor csak így lehet elhozni alkatrészeket, hogy jaj, hát ezt le kellett selejtezni. Á, főnök, a selejtet mikor dobjuk ki? Jaj, dob ki a picsába. És te meg örömmel kidobod a selejtet, amit néznek a többiek, hogy hülye, örül, hogy ki kell dobni a selejtet. Igen, mert ti hülyék vagytok. Ő megviszi azzal a szuper cuccokat is. Na jó, semmi baj a természetesen, csak hazavivési módszer. Egy. Lássuk. Tehát ezt a dobálós valahol Lukas a kezem. Nem tudom, majd be kell fogod hozni. Na mindjárt összeszedem, várjál. Csak most beledobtam a porba, és most így poros lett, így meg nem olyan jó. Tehát nincsen semmi baj, csak poros. Na szóval, modellezés. Itt van a processzor. Nem valami vastag, de tele van áramkörre. Ez rajta ül egy alaplapon, és rájön ez a hűtő. Ide kell tenni fűzsírt, jó, nem ez a funkciója, ez a beceneve. A kettő közé, ide, kettő közé kell egy hővezető zsír, így, rá van téve, így, és akkor ez így forog, jó? Itt a áram, ezt be kell dugni az alaplapba, és akkor forog. Tiszta vidás, nem? Na, nézd meg ezt a méretet, ezt a teljesítményt, még itt van a másik a barátja. Ez ilyen vastag dög. Itt csak a ventilátor, ez olyan nehéz, mint a dög. A kettő között még a dugójában is különbség van, ugyanis az egyik úgynevezett 3 lukas, a másik 4 lukas, ezt elvileg látjátok már. Ugyanis ebben a nagy dögben teljesítmény, fordulatszabályzótól kezdve sebességolvasó, minden vacak van. Ez vastag nagyon. Tehát ez, nem tudom, szerintem egy ilyen kisebb szobát, egy WC-t is le tud hűteni villámgyorsan. Ez akkora nagy dög. Na ez volt benne, abban a gépben, ami nem nagyon működött. De azokat a dolgokat, amik működnek, egy nem működő gépből, azt ki lehet venni. Úgy lesz, mint egy bontó. Csak a kapitalista bontóval ellentétben, mint autóbontóval ellentétben, itt nem pénzért kerülnek ki az alkatrészek, hanem ingyen. Na, úgyhogy van különbség a kettő között elég sok. Ez alatt nincsen ilyen hűtőborda, de rá lehet tenni egy másik típusra, tehát már is megoldva az egész ügy. Ami működik, azt felhasználjuk, ami nem működik, hát azt tudja, hogy nagyon nem. Na, szóval az a lényege itt az egész pályának, még elem is
Minden számítógépbe kell egy elem. Ez nem az ötödik elem. Ez egy darab elem. Ezt úgy hívják, hogy CR2032, ez egy ilyen méret kód, és ez az elem kerül bele a számítógépbe, hogy ő emlékezzen, hogy hanyadika van, hogy milyen névet írunk. Ne ilyen zombi mód kelljen föl, hanem én tudok mindent, és akkor megyünk. Jó? Na szóval, elpakolom itt a cuccaimat, mert végeztem itt a nagynak a legkevésbé sem mondható szereléssel. Mondjuk így is selejtezéssel. Ezeket a vackokat meg visszadobálom a helyükre. Többféle csavar is van egy számítógépben. Kicsi, nagy, meg úristen ez, hogy került ide, típusú csavar. Hát mondjuk ilyeneket például ilyen rögzítő elemek. Nylon támaszték. Ez egy nylon darab. Esküszöm. Ilyen nylon szar. És semmire nem jött. Ennyi már sem jött. Na, mi van itt még? Időtartó, ezt is már lassan kell majd szereznem. Igen. Itt van a vize is. Mi van itt még? Jó, vettem levegőt. Vagy a Hofi mondta, hogy kicsi levegőt. Na, hát itt van. Ez ilyen fújós levegő. Ez arra való, hogyha valahol por van a gépben, ki tudjam fújni. Ide nem fog tudni betenni kompresszort. Na, most felejtsétek el ezt, hülyeség. Na, lássuk a leltárt. Jó, hogy mi az, ami most éppen van, és mi az, ami most egyáltalán nincsen. Na, tehát. Kezdjük az elején. Itt van négy darab, ja, könyv az nem ide tartozik. Ez nem tudom, miért van, mindig ide mászik, nem tudom. Oké, tehát van négy darab teljes, komplett feltelepített gép. Megvan hozzá négy darab monitor, ami, hát mondjuk az egyiket még próbálgatni kell, mert kicsit gyanús. Van videó, lejátszó, egy igazi C100-as, van ez a régebbi abitunk, ugye, ami teljesen jól működne, de sajnos nincs hozzá ütő, itt a tetejéről hiányzik. Aztán van egy GX210-es DVD, de tényleg benne van a DVD író, jó? Egy RDR GX210-es, aztán van három ilyen kicsi tévénk, ami egyszerűen csak működik. A nagyon szkártót, ilyen soklábú dugót nem nagyon kell keresni benne. Na aztán mi van még? Van egy pár nagyon-nagyon-nagyon lassú videókártyánk, ilyen MX-es, GeForce 2, meg ilyesmi kategóriák. De ezeken nagyon itt nem változtak az elmúlt videó alatt, itt van egy nagy halom processzor, ugye régi vacak is van a 462-es időszakokból, hát igen, az itt kicsit régebbi. Aztán van itt egy pár vinyó, de összesen ennyi van, tehát ez egy elég gatya. Aztán van egy pár USB-s, ahogy mondják ezt, a memóriakártya olvasó, van kislemez, van hálózati kártya, ezek a hálózati kártyák, itt van USB-s kártya, hogyha nem működne az USB az alaplapon. Szóval van egy pár hangkártya, hogyha nem működne a hangkártya. Itt is van egy ilyen két torony hűtődje, rajta van a proci itt az alján. Van egy pár elem, egyébként a vödör az üres, van pár rögzítő, meg ilyen idétlen kábelek, meg itt van kettes memória, meg hármas, de ez is elég régi. Ez is még ide tartozik, ide fölülre. Ez persze ugyanaz. Aztán van egy pár tápom, mint áramelosztó. Ez ilyen rek, ilyen fiókos Winchester hordozónak is mondhatnám, de ez annyira nem fontos. Tehát van egy pár tápom, ilyen áramelosztóm, kábelem. Ezt ennyi, jó? Tehát teljesen kifutottam, minden hiányzik a mennyezetig érő számítógép hegy, amit föl kell dolgoznom. Itt van még valami, amit meg akartam mutatni. Itt van ez a klíma, tudjátok, ez a ventilátor. Ennek az a szerepe, ott az ablak, az nyitva van, és onnan jön a levegő, és megy körbe ki, ajtó, ilyen lassan, de kicserél itt valahogy a levegőt, hogyha nem lesz ilyen párás, stb. Az a lényeg, hogy olyan tiszták a számítógépek, amik jönnek, se, hogy amikor a ventilátort itt működtetem egy ideje,
Akkor ezt... Most nekimentem a székkel. A francba. Na mindegy, szóval... Visszaállítom. Ha nem jó irányba fúj, akkor nem működik a klíma, tehát arra kell fújjon kifelé, jó? Úgy. Na, most aztán! De van állítom. Na, azt akartam mutatni az előbb, hogy a gépek, amik jönnek ide, leteszem az asztalra, dolgozok vele, kifújgatom a port belőle, ez így átmegy a ventilátoron. Ott van rajta. Ezek azok a porok, amiket a gépekből fújtam ki. Gyűjti össze a csávó itt magának. Hát, a gusztusosság mondjuk teljes zárójelben ételében. Na mindegy, szóval... Van kosz rendesen. Igen, ez nem egy fehérkesztyűs munka. Van kosz, igen. De megéri, mert valamikor jó helyre kerülnek a számítógépek. Na, úgyhogy ennyi volt az egész művelet. Elpakoltam itt a dolgaimat, úgyhogy szépen megyek haza. Most péntek délután este van. Igen, inkább este. Úgyhogy szépen megyek haza a kis családomhoz, meg gyerekekhez, feleséghez, stb. És ennyi volt. Ja? Ennyi volt a helyzetjelentés, hogyha valakinek van számítógépe, az hozza el. Mert most már van család, ahova ki lehet osztani. Tök jó, csak ugye 4 számítógéppel nem indulunk el. Inkább menjünk ilyen 7-tel, 8-tel. Ja. Szóval a következő dolog, ami hiányzik most innen, hogy itt minden jól működjön, minden. Jó? Na, szépen kikapcsoljuk a klímát. Jó, rá egy kapcsoló van benne, nem baj. Ki van kapcsolva, úgyhogy mindenkinek jó éjszakát, kézem a kapcsoló, mindenkinek jó éjszakát, aztán majd találkozunk, hogyha megnézitek majd ezeket az idétlen videókat.